A Magyar Labdarúgó Szövetség március 16-án függesztette fel a különböző bajnokságok mérkőzéseit, május 4-én pedig az NB1 kivételével befejezetté nyilvánította a sorozatokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályban 19 fordulót játszottak le a csapatok. A Csonkára sikeredett idényt a Nagyhalász zárta az első helyen, Ludánszky István együttese 14 győzelem mellett 3 döntetlent játszott és 2-szer szenvedett vereséget. Az MLS döntése értelmében nem hirdetnek bajnokokat és nem osztanak érmeket. Nagyhalászban csalódottak amiatt, hogy nem tudták a pályán kiharcolni a bajnoki címet. Tekintve itt az elmúlt éveket, az, hogy már 2 éve dobogó vagyunk, és mind a kétszer a 3. helyet sikerült elérnünk az utóbbi években, ennek az évnek is úgy vágtunk neki, hogy minimum a dobogó elérése lett volna a cél, de úgy gondolom, hogy ebbe az évben talán egy eredményt is elérhetünk volna, vagy már egy rosszabb teljesítménye, egy rosszabb szíriával is. Én úgy gondolom, hogy a dobogó el tudtuk volna élni. Napi szinten beszélek a játékosaimmal, nyilván az elkeseredettség az óriási, hogy nem tekintenek minket bajnoknak, ugyanis egy év munkáját, és nem is egy év munkáját tettük bele ebbe, hanem ez a garnitúra már 4-5 éve együtt szerepel, és úgy gondolom, hogy ez most érett volna össze, és ilyen adott volt ahhoz, hogy Nagyhalász hosszú idő után bajnokot ünnepelhessen újra. Nyilván itt a játékosokban óriási csalódottság, senki nem tud semmit, azért a vezetőkkel is beszélgettem, tehát óriási a tanástalanság. Akár a jövővel kapcsolatban, akár a múlt időszakkal kapcsolatban, tehát még egyszer mondom, itt óriási a csalódottság sajnos. A Nagyhalász a zárótáblázaton elfoglalt helyezése alapján jogosult lenne arra, hogy nevezzen az NB3-ba, azonban az egyesület nem gyűjtött be licenckérelmet a magasabb osztályban való szereplésre. Tavaly se adtuk be a licenszet az NB3-ra. Átbeszéltük ezt ebbe az évbe is a vezetőkkel, és arra a következtetése jutottunk, hogy nagyon sok mindent kellene ahhoz beleinvestálni, hogy mi itt NB3-as csapat legyünk. Nem csak játékosok terén, hanem tegyük fel egy belátó, vagy egy villanyvilágítás terén is. Nagyon sok pénzt bele kellett volna ölnünk ahhoz, hogy az NB3-as feltételeknek megfeleljünk. Emiatt nem adtuk be a licenszet. Mint Ludánszky István elmondta, amatőr csapat lévén nincsenek közös edzések, egyéni program segítségével igyekeznek karbantartani magukat a játékosok. A folytatást tekintve még sok a kérdőjel, a következő idény kezdési időpontjának függvényében indul majd újra a munka Nagyhalászban.